amikor elérkezik az óesztendő vége, és megkezdjük az Isten ajándékának morzsolását, az új esztendőt, haladunk előre az időben, az ember keresi azt, hogy miért kell hálát adni, keresi azt, hogy miért kell bocsánatot kérni, és keresi annak az útját, módját, hogy hogyan is kell a következő lépéseket megtenni, hiszen nem csak egyszerűen arra törekszünk, hogy emberileg békességben, türelemben éljünk, valamiféle olyan szeretetben, hogy szeretjük, akik minket is szeretnek, nem törődünk azokkal, akik velünk se törődnek, hanem krisztusi módon tudjuk megélni az időt. Ez bizony kihívás, ez bizony próbatétel mindannyiunk számára. Az első dolog, hogy vegyük észre, hogy az időben nem vagyunk elveszettek, nem csak kudarcaink, nem csak bűneink tornyosulnak mögöttünk, hanem bizony Isten kegyelmével tudtunk sok jót is tenni. Tudtam szívből megbocsátani, tudtam nem éreztetni a másikkal, ha valami nekem rosszul esik, tudtam fölül emelkedni, és tudtam jót adni akkor is, amikor esetleg a világ úgy dönt, hogy te most rosszat kaptál, vesztes vagy. Ez fontos dolog. De fontos az is, hogy lássuk azt, hogy nem mindig sikerül ezt megtenni. Vannak kudarcaink, vannak gyengeségeink, hiszen ilyen az emberi élet. A jó és a rossz együtt kavarog bennünk, egészen addig, amíg Isten szeretetéből és az ő kegyelméből, szentségeinek erejéből meg nem tudunk szabadulni. Attól, ami emberi gyengeség, ami a gonosz lélek kísértése, ami bennünk a bűnt hozza létre és szüli meg. Ez a múlt, és nézzünk előre a jövőbe, és az embernek akkor látnia kell, hogy van segítsége. A segítség elsősorban maga az Isten. Az Isten, aki elküldi nekünk a Szent Lelkét, hogy erőt adjon, hogy az ő fénye világítsa meg életünk útját, hogy ennek a Szentléleknek a megvilágosító kegyelmével legyünk képesek különbséget tenni a jó és a rossz között, akkor is, amikor még meg sem született igazán a cselekedet, még csak gondolkodunk, talán csak magunkba fortyogunk, vagy magunkban elmélkedünk valamiről, hogy már akkor sejtsük meg, hogy ennek a tettnek, ennek a szónak, ennek a gesztusnak, grimasznak vagy elfordulásnak mi lesz majd a következménye, milyen gyümölcsöt terem. Kell, hogy törekedjünk a békességre. Magunkban is, teremtsünk magunkban is békét. El kell tudni csöndesíteni szívünket és lelkünket. Jó az, ha az ember a békesség embere lesz, és a békesség otthonosan lakik a szívébe. Nem csak a békén hagynak, hanem mindig legyünk békességesek, ne hagyjuk kizökkenteni magunkat a békéből. És próbáljuk meg ezt a békét sugározni mások felé is. Próbáljunk meg mindenkire inkább mosolyogni, mint grimaszt vágni, inkább megérteni a másikat, mint kritizálni. Próbáljunk meg elcsöndesedve Isten jelenlétében élni, Isten örömével élni az életet. És azt hiszem, hogy ez a titka annak, hogy egy esztendőt tudunk-e Istennel járva végigélni, tudjuk-e kapcsolatainkat Isten szerint alakítani, és tudjuk-e a környezetünket Isten szeretetével megszentelni. Mi itt Székesfehérváron szívesen és örömmel gondolunk, akár Prohászka püspök példájára, Kaszap Istvánra, Bogner Mária Margitra, és természetesen sok másra, akik a régi időkben Szent Istvántól kezdve az első szent családon keresztül megélték ezt a hitet, megélték ezt az életet, és az ő tanúságtételük nyomán lett keresztény ez a nemzet, és maradt meg kereszténynek ez a nemzet ma is. Én szívből kívánom, hogy ennek örömét találjuk meg, ennek örömében éljük napjainkat, és ha valamikor úgy érezzük, hogy megint kudarcba csúsztunk, nem sikerült megtennünk azt, amit elterveztünk, legalább kezdjük újra. Mert van újrakezdés, mert megvan a lehetőség, hogy amit elrontottunk, azt kijavítsuk,
megvan a lehetőség arra, hogy a szeretet szépségébe és fényébe ragyogjuk be nem annyira magunk, mint mások életét. Szívből kívánom, hogy Isten áldásával, a Szentlélek kegyelmével és a Szűzanya oltalmában legyen áldott, szent, békességes ennek az esztendőnek minden napja.